hozzá másodszorra is az idegenforgalmi útvonal részéhez. 1469 és 85 között folyt itt a kősónak a kitermelése. Ez az építményrendszer, amelyet itt látunk, végig fogja kísérni egész utunkat a bánya területén, mert ugye a kitermelt kősó helyén maradt üreget valamivel meg kellett támasztani, úgy az oldalfalakat, mint a fölöttünk lévő födémet is. Ez a margérakásszerű dúcolás több mint 300 éves, és ha megtetszenek nézni a fában, semmiféle változás nincs, azt mutatja, hogy a só végtelenül jó konzerváló hatással van. Tovább megyünk, megtetszenek majd látni egy úgynevezett kézi keresztnek a végét, amely két kötél volt egy zsigára elősítve, az egyik kötél végén volt egy ellensúly, a másik kötélnek a végére pedig rátették a hordóba több sót. Tovább megyünk, meg fogjuk látni ennek a hajtó szerkezetét is, és mint a neve is mondja, a bányászok 300 éven keresztül kézi erővel hajtották meg.